Ezt a játszóteret és a sportpályát építették a Gencsi otthon lakóinak. Jelenleg 80 gyermeket lát el az intézmény, laknak itt 3-4 évesek, de 18. életévüket betöltött még tanuló fiatalok is. Ezen a telephelyen, ahol tulajdonképpen ezek a beruházások megtörténtek, itt 48 gyermek elhelyezésére van lehetőség. A sportpálya, illetve a játszótér borzasztóan nagy igény volt rá, borzasztóan nagy szükség volt rá. Felújították a tetőt, korszerűsítették a belső tereket is. A rendezvényen elhangzott, fontos, hogy a szociális ellátórendszerben élő fiatalok is egészséges testi és lelki nevelést kapjanak. 2013 évben saját intézményi költségvetési forrásokból 26,3 millió forintért sikerült az intézményben fejlesztéseket megvalósítanunk. Ennek keretében két utógondozói lakás teljesen felújításra került, gépészet, festés teljesen új belsőt kapott. Az avatási ünnepség után a gyerekek birtokba vehették az új játszóteret. A fiatalok pedig bemutatták modernizált otthonukat, ők már nagykorúak, de itt élnek Gencsapátiban. Örülök annak a nagyszerű munkának, ami évtizedek óta folyik ebben az intézményben. Tudjuk jól, hogy nagyon sok becsületes munkásember került ki ebből az otthonból, de azt is tudjuk, hogy még honvédtiszt is akad az itt nevelkedett gyerekek közül, tehát nagyon nagy lehetőségeket sikerült biztosítani az elmúlt években. A csütörtöki ünnepséggel hivatalosan is átadták a 2013-as fejlesztéseket.